A Pannacsajok stb. mai adásában az újrakezdésről fogunk beszélgetni Békés Jolgával, aki a női váltó alapítója és főszerkesztője, és Szabó Ágnesel, aki újrakezdő, de ennél majd sokkal többet el fogunk árulni róla természetesen. De a női váltóval szeretném kezdeni. Iszonyú jó cím, szeretném ezzel ezzel nyitni a, a mondandómat, mert két dolgot is jelent számomra. Egyrésztről a váltást, másrésztről az, hogy ha van egy, egy váltó, ugye, mint amikor mondjuk az atlétikában váltunk, akkor egyik ember adja másiknak a kvázi stafétabotot, és ezzel hát, hogy menjem, nincs egyedül, tehát valamiféle közösséget is lehet építeni. Ez volt így a névadás mögött? A második az annyira nem volt bennem, de az első az abszolút úgy, ahogy én is váltottam. Azt éreztem, vagy azt láttam, hogy így 40 körül, egy-két gyermek születése után nagyon sokan elkezdenek gondolkodni arról, hogy, hogy már nem az vagyok igazából, aki voltam, amikor elkezdtem egy szakmát csinálni, hogy annyi minden más érdekel, hogy annyi féle karrierünk lehet, és hogy, és hogy ezeket tök jó kipróbálni. Ez az egyik. A másik meg az, hogy az életünk, a női életnek a változásai, a váltásai, tudod, először mint szerelmes leszel, férhez mész, gyermeket, szület, gyermeket születik, vagy éppen... Vagy fordítva. Ő, vagy, fordítva humorizálok. vagy fordítva, illetve mondjuk pont azzal küzdesz, hogy nem jön össze a gyermek. Tehát, hogy egy csomó kihívás van aztán, hogy kirepülnek az üresfészek szindróma, a szendvics generáció, a menopauza, tehát, hogy annyi minden van, ami annyi változás, amiről olyan kevés helyen írnak, és, és hogy, én azt vettem, tudod észre magam, hogy amikor én váltottam, akkor mindenkitől azt kérdeztem, hogy te hogyan csinálod, hogy hogyan lehet gyerekek merről dolgozni, karriert építeni, csinálni a kis láthatatlan munkánkat, tudod egyáltalán így, így élni, és hogy és olyan sztorikat mondtak a nők, hogy azt gondoltam, hogy en, 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 olyan kár lenne, hogyha ez csak az én szívemben, vagy csak nálam maradnának meg, és hogy ezeket meg kell írni, hogy másnak is legyen ereje váltani, változtatni. Na, de ehhez, ugye visszatérve a fétához szükség van valamiféle segítségre, tehát ezek a női erők, női energiák, ahogy ahogy csak mi tudjuk, hogy valójában már egy, egy gyerekkel, vagy többel eh, gazdagodva, hogy, hogy, hogy mi zajlik bennünk igazából. Ők tudnak segíteni. Ez, ez, ez abszolút így van. És, és én nem is gondoltam, hogy mekkora erreje le tud lenni egy közösségnek. Hmm. Nemrég, nem ugye először online indultunk el, és aztán azt éreztem, hogy nagyon ki kell lépni ebből az online térből, hogy nagyon szükség Találkozni. van arra, hogy... Igen hogy meg tud a másikat, hogy meg tud kérdezni, személyben nézel, és meg tud kérdezni, te hogy vagy. De úgy tényleg, amikor, ész, amikor érdekel is az, hogy a másik, hogy válaszol, és hogy... Ö Annyi kisebbségi komplexusunk van tényleg, akár így 40 éves, vagy 40, 40 után, hogy, hogy annyi mindennel küzdünk, és, a, és hogy olyan jó, amikor a másik elmondja a saját történetet, amiből te is tudsz azért egy csomó mindent magadra leszűrni, vagy azt mondani, hogy ja, ha ő már egyszer végment rajta, akkor ez szerintem ez nekem is sikerülni fog. És erőt adni a másiknak, és azt mondani, hogy figyelj, nem vagy egyedül, itt vagyunk egy csomóan, és tartunk egy hálót. Tági, te is sokféle munkát betöltöttél már, és, és nálad is tulajdonképpen a változás szelét az, az hozta meg, hogy, hogy már gyerekvállalás után valamin elgondolkodtál. Igen, én akkor már több mint két évtizede voltam a munkavilágában, és a NAV kiemelt a Dúzók igazgatóságán dolgoztam egy évtizedet, nagyon sokat dolgoztam, és kiköltöztünk a férjemmel, ugye Pest megyébe, vidékre, és amikor megszületett a kislányom, én későn szültem, és akkor ugye azonnal bekapcsolt a minőségi ö, életre való vágy, és azt pedig tudtam, hogy a korábbi munkahelyem mellett az lehetetlen. De és az nem egy 8 óra, munka 8 óra pihenés típusú? Ö, igen, illetve még a bejárás is, uh -huh. és, ö, és mellette ö, teljesen felértékelődtek más dolgok. Például ö, szerettem, sosem voltam magamnak én az első például szerettem volna szerepet kapni a saját életemben, illetve a kislányomat nem szerettem volna, hogy én legyek az első, aki ugye beadja majd oviba, és az utolsó, aki elhozza a gyerekét. Úgyhogy nagyon-nagyon sok minden indította el azt a, azt a változás utáni vágyat, hogy kiszakadjak a régiből, és valami teljesen újat hozzak létre. Ilyenkor mennyire szempont, és ezt most mindkettőtöktől kérdezem, hogy, hogy ne csak saját magunk számára legyen az egy munka, hanem adjunk valamit vissza. Tehát sokat beszélünk arról, hogy nem csak az a fontos, hogy, hogy magunkkal törődjünk, hanem hogy másokkal is törődjünk. Tehát hogy én azt hiszem, hogy ez, ez mindkettőtök munkájában visszaköszön. Rendkívül fontos maga az értékteremtés és, és az értékadás, a másoknak való adás, Olgival nagyon-nagyon sok minden közös van, amit ugye felfedeztünk egymásba, és ő is, és én magam is mondhatni már kényszeres segítők vagyunk. Tehát néha figyelmeztetjük egymást, hogy tulajdonképpen nem szeretett szolgálatbanként működünk 24 órában, de valóban az, hogy, hogy valami olyan, munkát létrehozni magunknak, amiben ez az oldalunk is kiteljesedhet, nagy szempont volt, igen. Mert ez tölt is, ez Nagyon, nem csak elvesz. Így van, így van, így van. Én mondjuk nem voltam mennyire tudatos sokáig, csak azt tudtam, hogy szeretnék csinálni egy ilyen oldalt, írni történeteket, de aztán igazából nemrég jöttem rá, hogy amit én csinálok, az egy társadalmi vállalkozás, és hogy ez még olyan kevésbé terjedt el itthon, hogy, hogy, hogy azzal, hogy megírjuk ezeket a történeteket, hogy nem annyira profitorientált ez a magazin, bár jó lenne, hogyha nem csak én tartanám el, hanem, hanem ez, ez, ez valahogy működne úgy is, de hogy annyira sok mindent tudunk adni, és hogy, hogy erre mekkora szükség van, hogy nem csak a, arról kell írni, hogy hogyan pödörítsd a pilláidat, és mik a legújabb sminktrendek. Ezek is tök fontosak szerintem, de hogy van annyira sok komoly téma. Igazából nálunk azt hiszem, hogy azzal indult az egész, hogy amikor az Ita Patakizita azt mondta, hogy figyelj, Olgi, évekig beszélgettünk az RTL-ben, a newsroomban arról, hogy én tudtam, hogy ő több lombikon megy keresztül, és hogy, hogy ő ezt, ezt, ezt megmutatná, és először az volt, hogy akkor jó akkor csináljon egy nagy dokumentumfilmet, és én akkor utána már kicsekkoltam az RTL-ből, és elindítottam a saját vállalkozásomat a második gyermekkel, mert már tudtam, hogy nem, nem tudok visszamenni a gyermekszületése után. Egyszerűen nem fértek bele azok a keretek, és akkor egyszer csak felhívott az ita, és azt mondta, hogy figyelj, csináljuk meg akkor ezt nálad, és, és nézzük meg. És azért az ott, ott olyan tabut döntött lezit, ami amikor megmutatta azt, hogy mi megy keresztül egy nő, aki gyermekért, gyermekre vágyik, és ez nem jön össze, hogy a, ott, ott berobbant egyébként a női váltó. Tehát az volt az első, és akkor utána jöttek, de rengetegen megkerestek, és nagyon sokan kinyíltak, megnyíltak, és azt mondták, hogy figyelj, vállaljuk fel a történetünket, és mondjuk el, mert ezzel másoknak is tudunk segíteni. Tehát amikor mondjuk úgy, hogy mélyre mentetek valamilyen témával, tehát mondjuk te a pödörítéssel hoztad ezt így kettősségbe, de persze nem csak erről szól, de amikor mélyre mentetek, az, az, volt hatásos. Az volt az a pillanat, amikor el tudtátok kezdeni a közösségépítés. Én szerintem ezt így érdemes. Tehát én is ilyen ember vagyok, és ez, az, ez rá kellett jönnöm, hogy hogy mindig rajtunk múlik, hogy milyen embereket vonzunk be, és pont, hogy elindítottam januárban egyébként egy ilyen vállalkozói klubot, amiben ö, ö, Ág is ott szokott lenni, mert azt éreztem, pont a karrierváltással kapcsolatban, az újrakezdéssel kapcsolatban, hogy, hogy milyen jó az, hogyha meg tudják magukat mutatni a nők, hogy mi, mi, mit kezdtek el, milyen vállalkozást, tudod, ez, csinálsz valamit mondjuk 15-20 évig egy cégnek, megkapod a fizetésed, és aztán váltasz. Ugyanazt mondjuk, például én csináltam egy kommunikációs céget, ugyanazt csinálom egy cégnek, szinte szöveget írok, filmeket csinálom, de nem, kér, nem merem elkérni az árát. És miért nem? Tehát miért van az, hogy váltasz, szabadúszó leszel, és akkor... És akkor ott jön az, hogy mennyit is érek én? Senki nem tanított meg erre. Szerintem, tehát senkit se igazából, hogy mennyit ér a munkád onnantól kezdve, hogy ezt nem egy multinak csinálod, hanem saját magad, és teljesen újra kell magad húzni, értékelni. Senki nem segített az árazásban, pedig mennyi embert megkérdeztem, hogy figyelj, mennyit érek én? Vagy az, hogy, vagy az, hogy évekig elhiszed, amíg egy munkahelyen dolgozol, hogy, a, hogy, hogy nem vagy képes másra, csak erre. Én csak arra vagyok képes, hogy szerkesztőként riporterként megcsináljam az interjúkat, magazinanyagokat készítsek. Én ezt elhittem. És aztán, amikor, és azért is nem váltottam sokáig, pedig már éreztem, hogy szűkek a keretek, hogy nem lehet feljebb lépni, hogy, 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 ez az egész nem jó, főleg amikor az első gyereked megszületik, és visszamész, és ugye hiradózni tudod szombat, vasárnap, karácsonykor mindig kell, és reggel még pizsibe volt a gyerek, amikor elmentem, és este pizsibe volt, amikor hazaérkeztem. Tehát hiába voltam félállásban, az, 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 napi 10-12 óra volt. Magazinanyagokat este vágtunk, és, és most nem tudom, mir, miről beszél, vagy mit akartam elmondani. Hogy, az, az önbecsülésről beszélünk. De mind, igen, és, és annak aztán, igen, és azt, ja, igen, igen, és azt hittem, hogy tudod, hogy semmi ez nem értek, és hogy, hogy miközben, amikor eljöttem, és megcsináltam a kis cégemet, és hirtelen senki se lettem, hiszen nem volt a nevem mögött a cég, hanem békés Olga egyedül elindult az úton, és elkezdett embereket felhívni, hogy hát, hogy valami munkát, mint szabadúszó, vagy mint vállalkozó készítenék, csinálnék filmeket, PR-t, bárkinek írnék sajtóanyagokat, és, és, egy csomó elutasítás volt, és aztán persze megjött az első felkérés, és utána beindult az egész, de hogy, hogy, hogy akkor jöttem rá, hogy kinyílt egy új ajtó. És hogy én mindig ezt mondom a többieknek, akik nem mernek váltani, hogy, hogy ne hidd azt, hogy, hogy és ráadásul rájöttem az értékeimre. Addig én ezt nem tudtam, hogy én értékes vagyok. És ehhez is tudod meg megkelérni, és olyan jó lenne, hogyha nem kéne az embernek 40-50 évesen rájönnie arra, hogy mik az értékeid, hogy te mennyire értékes ember vagy. Olyan jó lenne, ha lennének visszajelzések, akár mondjuk munkavállalóként arra, hogy figyelj, jó az, amit csinálsz mondjuk díjakat kapsz, és, és, és de akkor se hiszed el, és hogy, hogy, hogy igenis, hogy mi riporter vagy? Hát mindent tudsz, tudod, hát megszervezed, kitalálod, megszervezed, leforgatod, nincs lehetetlen. És ez, egy, és ez egy, olyan felszabadító volt, és aztán én azóta mindenkinek ezt mondom, hogy, 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 merjetek változni, váltani, változtatni, mert, mert nem jó belesüppedni valamibe, ami már, ami már nem azért okoz azért örömet. Hallom, hallom, ahogy kattognak a, a, ilyenkor a kerekek, hogy jó, de de, de, de hol? Ki, ki? ki, Hogy? Mit? Kit keresek meg? Ki segít ebben? Hogy vágjak bele? Rengeteg ilyen alapkérdés van. Igen. Én a munkám során igazából most már több száz vagy ezer nőnek segítettem abban, hogy megtalálja az útját egy teljesen más irányban. És az, amit Olgi mondott, mindennapos elképesztő mélységekből jönnek nők, érkeznek nők. Akár egy megtépázott önbecsülés mondjuk a munkahelyen, egy mérgező környezetből, vagy az, hogy nem tudja, hogy mi az erőssége, hogy mit tud. Az, amit tud, a számára természetes, és nem tudja azt, hogy ennek értéke van a piacon. És hogy egy, az, hogy ezt más nem tudja. Vagy ez így van. Így van, így van. És hogy van, aki ezért mondjuk pénzt fizetne, ezt a legnehezebb hinniük, hogy ez tényleg az, amiért más fizetne, hogy ezt elvégzem neki, ezt megcsinálom neki. Tehát igen vannak ezek a nagy felismerések. De én egyébként azt gondolom, hogy nem, ő, tehát nem szégyen segítséget kérni, tudod. Sőt, hogy egy, ugye hogy kereszteződés Sőt, egy sőt kereszt. az ember a legritkább esetben látja reálisan önmagát, amit, ami, mert hogy számára pontosan természetes az, ami, ami ő tud is, és, és mindig kell egy külső szem, ami rávilágít arra, hogy mondjuk ennek igenis van létjogosultsága, vagy igen, ez nem egy általános tudás. Tehát én azt gondolom, hogy jelenleg olyan sok jó szakember elérhető a piacon, akinek ez a fő profilja, segít ugye megtalálni, hogy, hogy ezzel lehet valami mást is. Tehát nem kell egy mocsárba beleragadni és abban süllyedni, hanem egész egyszerűen vannak, akik ki tudják rántani őket. Onnan. Hogy zajlik ez? Egy kicsit írd már le, hogy mi történik ilyenkor. Én azt mondanám. Hár hogy azt nézed, hogy jön be az ajtón? Nem, 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 nem. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha megengeded, akkor egy pár szóban beszélek arról, hogy egyáltalán mit is dolgozok én. Én online szolgáltató vállalkozókat képzek. És az online szolgáltató, ezt azért fogalmaztam meg, mert alapvetően virtuális asszisztensekkel foglalkozom. Ők azok, akik az online térben, adminisztráció és szervezés területén segítenek másoknak, mm -hmm. akár vállalkozásoknak, alapítványoknak, magánszemélyeknek. És mostanában ugye vannak olyan közösségek, ahol mindig téma az, hogy Gyereket szültem, nem akarok visszamenni, nem vesznek vissza, nem tudok, mit csináljak. És akkor ott a, ugye nők ezekben a csoportokban, a közösségekben ajánlanak egymásnak, például közösségeket, vagy mentorokat, nekem ő segített, stb. Vagy beírják azt, hogy én ezeket tudom, eddig ezekkel foglalkoztam, mit lehet ezzel kezdeni. És nekem például van egy zárt közösségem, én már 12 ezer körüli taggal, és Leginkább ez egy olyan támogató közösség, amikor mindenkinek az erősségét felfedezzük és abból hát konkrétan vállalkozást építünk. Úgyhogy itt az online szolgáltató szektorra értem azt, hogy valaki mondjuk elkezd akár virtuális asszisztensként dolgozni, de elvándorol mondjuk egy másik irányba, akár online marketinget, szövegíró, grafikus, webes, kereső optimalizálással fog foglalkozni, vagy vágó videókat szerkeszt, videókat feliratoz. Valakinek mondjuk hírlevél készítés lesz a fő profilja. Tehát egy-egy ilyen szolgáltatásra felépítünk vállalkozásokat. És amikor én mentorálok, vagy én hozzám megérkezik egy nő, most lehet anya, lehet egy kiégett múlt is, vagy lehet egy kalandvágyú fiatal, és azt mondja, hogy én ezeket tudom, Ebből mit lehet? Van egy nagyon hosszú kérdőívem egyébként, amit én előre megküldök a hozzám érkezőknek, és ez alapján én már kapok egy, egy olyan általános képet róla, hogy ugye a beszélgetés alapján nagyon könnyen megtalálható az irány. És tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy sablon problémákkal foglalkozok, sablon elakadásokkal találkozom. Mindenkinek megvan ugye hozzá egy kis fűszer, amit hoz a magánéletéből, a korábbi munkahelyeiről, és, és én azt kell, hogy, hogy arra kell fókuszálnunk, hogy a jövőben olyan dologgal tudjon foglalkozni, ami úgy szoktam mondani, azzal kezdünk, ami kis új gyakorlat, mert ugye nekik meg kell tanulni a vállalkozói szférában élni, mozogni, létezni, teljesen más közeg, hiszen jönnek mondjuk kormányzati szektorból, tehát nem volt feltétlenül vállalkozásokkal korábban kapcsolata. Úgyhogy ott kezdünk, hogy vállalkozói alapismeretek, mert mm -hmm. muszáj. És de akkor innen építjük fel. De egyébként döbbenetes, hogy, 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 hogy bérnök, orvos, tehát hogy Igen. olyan emberek váltanak aztán egy idő után, hogy, tehát, hogy, 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 tényleg semmi sem fix, tudod. Hogy ha, ha meguntad, ha kiégtél, ha elfáradtál, annyiféle út van még. Én mindig ezt mondom, hogy csak ezt, ezt meg kell találni. Igen. És nyilván egyébként a virtuális asszisztens például ez egy szabadságot ad, hiszen otthonról tudod csinálni, saját időbeosztásban, nem? Tehát, hogy... Persze, igen, igen. Egyébként még visszatérve jogászok, vezetők, multis vezetők, ENSZ munkatárs, ö, tényleg orvos, rengeteg vezető, aki, aki azt mondta, hogy most így elég volt más szekerét tolni, és akkor inkább építem a saját életemet, a saját munkámat, és engem becsüljenek meg, és én aratom le az elismeréseket, annyit amennyit dolgozom, annyi bevételem lesz, ö, azokkal dolgozhatom, akikkel szeretnék, azt csinálom, amit szeretnék, tehát a döntés szabadsága is Ugye visszakerül, vagy visszakerül, vagy megkaphatjuk végre. De szerencsére egy társadalomilag is, most már nagyobb a mobilitás a között, hogy mik lehetünk, mert hogy sok minden lehetünk, nem egy dolog életünk végéig, mint ahogy mondjuk nem tudom a nagyszüleink generációjában, hanem ez azért rettetesen sokat változott az utóbbi pár évtizedben. És az a jó? Igen, szerintem. nagyon. Szerencsére egyre inkább azt számít, hogy mit tudunk. Uh -huh. És, és ugye a mi munkánk, akiknek mi segítünk, a mi ügyfeleink sosem fogják megkérdezni, hogy én mit tanultam, vagy mit dolgoztam korábban. De az lesz érdekes, hogy az a feladat, amit mondjuk ő delegálni szeretné, és én elvállalom, azt teljes magabiztossággal és szakértelemmel el fogom tudni látni. És ez számít. Igen, nekünk rengeteg történetünk van, tudod, ö, ö, tényleg és a legmeglepőbb legmeg dolgokra váltanak tényleg. Ö, és, de hogy de hogy ehhez kell az önbizalom is, mm -hmm. például az, hogy merjek, merjek lépni, merjek segítséget kérni, és aztán, és aztán elindulni az úton. Egyébként nekem van egy nagy szívfájdalmam az, hogy Magyarországon 4% a részmunkaidő aránya, és sokan azért lesznek egyébként vállalkozók, mert nem tudnak mit csinálni. Ott van egy csomó nagyon okos nő, akik otthon vannak gyerekek mellett, és nem tudnak napi 8, tudjuk azért, hogy a 8 óra egy múltiban az 10, általában nem tudnak a gyerek mellől ö, napi ö, teljes, teljes állásba elmenni, és sajnos nincs ma Magyarországon arra nagyon lehetőség, hogy részmunkaidőt vá, ö, válasszál, nincs még meg ez a rugalmasság, és akkor elmegy vállalkozást, ö, elmegy egy vállalkozásnyit, de hogy ebbe sokszor van azért egy nagy buktató tudod, hogy ö, hogy nem való mindenkinek a vállalkozás. Tehát én látom például az én férjemnek se való, ő egy tök jó, ö, alkalmazott típus, neki kell az, hogy megmondják. Én felkelek, és minden nap, és tele vagyok ötletekkel, és állandóan pörgök, és ez így, ez borzasztó, hétvégén se tudom leállítani magam, tudod, hogy jönnek az újabb és újabb ötletek, tehát nekem szerintem ez való, bár nyilván, és, és mondjuk lé lélektanilag is azt elfogadnod, hogy nem pitjen minden hónap tizedikén a telefon, hogy megjött a, a zsé, és, és egyébként ezt mondják is azok a vezetők, akik visszaváltanak, és egy másik karrierbe kezdenek, és nincs a popsid alatt egy céges autó, meg a laptop, meg a telefon, meg a mit tudom én. Szóval, hogy rengeteg kihívás van ebben, hogy amikor pont, pont, pont most mesélt egy hölgy, aki egyébként még mindig vezérigazgató, de elindított mellette egy vállalkozást, hogy, hogy, és azt így maga, maga csinálja, hogy hoppá, hirtelen te leszel a magad PRS, a marketingese, ö, szövegírója, könyvelője, stb. is mindenhez kell érteni, és, és, ö, és, mindent viszonylag jól kezelni tudod. Ö, ez, 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 nem mindenkinek, ez nem mindenkinek működik, de ez nem baj szerintem, csak hogy ö, hogy annyira jó lenne, ha meg lenne a választás szabadsága, de sokszor ez kényszer. És mm. mellé jön ugye, hogy a távmunkának az aránya is. Most 2022-re már alig több, mint 2% az a cégeknek, aki megengedi a távmunkát. És azért egy, egy nőnek, egy édesanyjának, az pedig hatalmas segítség lenne. De amiről nem beszéltünk még, hogy, hogy a 40-es, 50-es korosztálynak vannak olyan jobb szó ilyen képességei, amik mondjuk a fiatalabb generációból talán hiányoznak, mert még nem alakult ki. Gondolok itt olyasmire, mint a, a lojalitás, hogy, hmm. hogy mennyire lehet rájuk számítani, hogy mennyire stabilak, hogy azt a fajta bölcsességet, amit már megszereztek, hogy tudják átadni a fiatalabb generációnak. Tehát egy, egy csomó ilyet ki lehet domborítani, hogy, hogy hiába érzi úgy, hogy, hogy mondjuk nem kap annyi lehetőséget, vagy, vagy nehezebben talál önmagára, de van egy csomó olyan pozitívum, amiről muszáj beszélni, hogy végre lássák, hogy ezek vannak. Egyébként éppen tegnap volt az Egyenlítő Alapítványnak egy ilyen beszélgetése, ahol erről beszéltünk, nők a munkaerőpiacon, meg anyukák a munkaerőpiacon, és abszolút előjött az a 45-50 éves korosztály, aki egyébként nyelveket beszél. Tehát, hogy nem az a korosztály, nem a szüleink korosztálya vagyunk, akik egyébként egy munkahelyen képzelték ez életüket, és lehetőségük is uh -huh. volt rá, hogy egy munkahelyen végigéljék mindezt, de hogy, hogy mi már nyelveket beszélünk, rugalmasak vagyunk, a gyerekek már nagyobbak, nem nem lesznek betegek annyit, vagy akkor egyébként tök jól el vannak, meg akkor is, hogyha nem vagyunk otthon, és lehet bulit csinálni, és hogy mégis egy viszonylag szűk én, munka, munkaadói réteg az, aki, aki ebben partner. Egyébként van, pont most június 1 lesz a Női Váltó Fesztiválunk, és ott ez egy téma lesz egyébként, hogy mi van akkor, hogyha elmúltam 45-50 éves, hogy akkor Mennyire számítanak rám a munkadók, és kezed? van olyan bank például, aki, aki erre programot épít fel, hogy neki fontosak a 45-50-es, 60 éves munkavállalóik, és mindent megtesznek azért, hogy, hogy ők ott maradjanak a cégnél, és azt gondolom, hogy, hogy borzasztóan jó lenne szemléletet váltani. Tehát, hogy elkezdeni abban gondolkodni, hogy, hogy, milyen tehetségeket veszítenek el a cégek. Ugyanez van a kismamáknál, és ugyanez van a 45-50 éveseknél, hogy, ha nem, hogy, ugye először megnézik, hogy hány éves vagy, és akkor így dobják el a, a, szívidet, hogyha ha nem ismernek. Tehát ha ismernek, akkor meg azt mondják, hogy úristen, gyere, hát milyen tudásod van. Nagyon nehéz. Nálunk azért az online térben ez ez teljesen másképpen működik, hiszen nálunk teljesen mindegy, hogy hány éves gyereke van, nem szokták az ügyfelek, egész egyszerűen nem érdekli az ügyfeleket az, hogy, hogy úgymond a magánélete az ő üzleti partnerének gyakorlatilag, hiszen ugye mi az ügyfeleinkkel üzleti kapcsolatban állunk, és ott, ott nem fog az számítani, ott a teljesítés fog számítani. Szoktatok arról beszélni a 40-es, 50-es korosztályal, hogy ők hogy képzelik el a következő, nem tudom, 5-10, 15-20 évet, hiszen ugye várhatóan nem lesz nyugdíjunk, vagy nem megyünk 60 éves korunkban nyugdíjba, ugyanakkor aktívak vagyunk, jó esetben egészségesek, szeretnénk még sokáig kíváncsiak és nyitottak lenni a világra, és ráadásul mi vagyunk a legtöbben. És van -e erre terved egyébként? Szerintem ez tök fontos, hogy, hogy ezt elkezdeni tervezni. Elkezdeni tervezni a tudatos öregedést, tehát a, az egészséges tudatos öregedést, hogy hogyan lehet sokáig fit, egészséges, mindenféle problémáktól viszonylag mentes. Az tehát, hogy, amikre... kell, hogy kell eltervezni? Hát, majd egyszer, majd ajánlok neked egy, <laughs> egy vendéget, öm, öm, aki, a, aki, akik ezzel foglalkoznak, Márki Ádám, Dr. Márki Ádám és Jenger öm, Léna, akik öm, pont ezzel az életmódtan orvoslással foglalkoznak, hogy mennyire számít az, hogy, hogy étkezel, a, a, a stresszt, hogy kezeled, milyenek a társas kapcsolataid, mozogsz-e, mennyit alszol fogyasztasz-e alkohol, dohányzol-e? Ez a hét pont van, ami nyilván ne így áll, ne dohányozzál. Ők azt mondják, hogy teljes értékű növényi táplálkozás az, ami hosszú távon egyébként a rossz indulatú betegségeket is akár meg tudja állítani, vissza tudja fordítani. Nagyon durva, ugye Amerikában a Szilícium völgybe például már a nagy gondolkodók a Singularity university abszolút teljes értékű növényi táplálkozáson vannak nálunk, ez még szerintem eléggé kezdetleges. De hogy, tehát, hogy megvan már a módja annak egyébként, hogy hogyan lehet sokáig egészségesen élni, csak ezt magunkévá kell tenni. És nem olyan egyszerű ám tudod stresszmentesen élni. és Tehát én is mindent tudok, tudod csak aztán a gyakorlatban. Igen, én is azt mondtam volna, hogy ebből a mindegyik kihívásokkal teli a hét pontból, de hogy a stresszkezelést tartanám a, a talán legnehezebben kivitelezhetőnek. Az az érdekes, hogy aki elérkezik oda, hogy váltani akar, mm. az egyik nagy motiváció ugye, amikor egyrészt a munkai kiégés, mérgező környezet, tehát a munka. A munka az az, ami megbetegíti, vagy mondjuk a fiatalokat van, akit meddővé tesz. És, és most nagyon, mostanában nagyon sok 40-50 év közötti hölgyel van dolgom, intézményvezető, ilyen vezető, olyan vezető és azt mondta, hogy elég volt. Tehát mivel közeledik a nyugdíjas évek, tehát ez a, mondjuk van még egy 15-20 aktív éve, akár akkor azt már olyan munkával szeretné eltölteni, amit szeret csinálni, olyan ügyfelekkel, vagy olyanokkal kapcsolatban lenni, akikkel jó együtt lenni. És van olyan egyébként, akinek mondjuk tudatosan, még nem érje el, mondjuk, a fizetése azt a bevételét, amit korábban vezetőként kapott, de azt mondta, hogy olyan sok egyéb hozadéka lett annak, hogy az ő élete egy sokkal magasabb színvonalon tud most már működni. Mert lett ideje magára, a sportra, a családra, a házasságára, a kertjére. Úgyhogy mérlegelni kell, és azt gondolom, hogy amikor valaki készül tudatosan, az a, mondjuk az 50-60 éves korára, akkor az egyik legfontosabb azt helyre tenni, hogy ott dolgozzunk, ahol jó dolgozni. Mm hát -hmm. annyi minden van, igen, meg, 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 meg pénzügyileg felkészülj erre, tudod, hát tényleg ez a nem lesz nyugdíjunk, oké. Okay és akkor én nemrég nyitottam magán nyugdíj pénztárt, meg nem tudom miket, hogy, hogy mégis valami legyen, de én arra készülök igazából, hogy én már egész életemben dolgozni fogok. Tehát én azt gondolom, egyrészt szeretek dolgozni, szóval ez, ez nem tudom, hogy jó-e vagy nem, de nem, én nem érzem munkának a munkát, de és tudom, hogy ez sok embernél nem így van, tehát hogy én azt csinálom, amit szeretek, de nagyon sokan azt csinálják egyébként, hogy visszaváltanak a karrierben, ez is egy új trend, és szerintem egy nagyon jó dolog, hogy nem kell, kell topvezetőnek lenni, meg minden, hanem sokkal jobb inkább kevesebbet dolgozni, kevesebbet keresni, de minőségű életet élni. És ott meghagyni a szombat, vasárnapokat, és akkor ne hívjon, meg öt után már ne hívjon senki. És... Na, de a minőségében és... szerintem az is nagyon fontos, hogy, hogy szeressük, amit Igen. csinálunk. Ez Igen. aztán a legfontosabb. akkor, te úgy is készülhetnél, ugye? Neked minden lehetőséged adott ahhoz hogy arra készülsz, hogy majd egy passzív jövedelmi forrásod legyen akkorra, mikor oda jut. Majd elmondod a tutit. Rendben. Hát szerintem so sokunk fejében Igen. megfordul, hogy legyen valami, ami önjáró. Igen. Rá kell nézni, de nem kell napi 8-10 órában részt venni ebben. Viszont nem mehetünk el amellett sem, hogy hát nagyon magas a vállások száma, és a, a 40-es, 50-es korosztályban nagyon sok egyedülálló nő van, aki vagy gyerekkel, vagy anélkül próbál boldogulni, mert ugye a stressz szintet azt még egy kicsit rontja. De, 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 hogy, de hogy velük szerintem meg kiemelten és külön is kell foglalkozni. Hát nálunk például a női váltó csapatánál a, a csapatnak a fele egyedülálló anyuka. És én pedagógus családból származom, és pont valamelyik nap beszélgettem az unoka testvéremmel, aki aki tanítónő, és mondja, hogy mire a gyerekek negyedikesek lesznek, az osztályközösségnélnek a, felében már elváltak a szülők. Tehát azért, és mi, hozza, pont erről, erről, is beszélgettünk egyébként tegnap, hogy, hogy mi hozza a magas vállások arányát, az, hogy nem készítenek fel téged arra, hogy a szülés felkészítő tanfolyam, hogy milyen lesz az majd szülőnek lenni, és a párkapcsolatodba ez mit hoz. Tehát az, hogy egyrészt, hogy bocsánat, de hogy, hogy egy másodrangú szereplője leszel az életednek nagyon-nagyon sokáig, hogy, hogy ti ketten, hogy fogtok működni együtt. Ö, ö, aki lehet, hogy isteni jókat beszélgetetek előtte, de utána ott van egy, egy gyerek, és kb. Így a logisztikára fog szorítkozni a kommunikáció egy időre. Tehát, hogy, hogy annyi mindent nem tanítottak meg, ha én tudtam volna, hogy. hogy mennyire megváltozik az életem attól, hogy gyermekem születik, és hogy, és hogy nem fogom magam jól érezni nagyon-nagyon-nagyon sokáig, és szétszakadok, és mert tudod, ez a, 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 a szuper, mindenhol meg kell felelni, tudod? Tehát ugye magunknak is állítjuk ezeket a hülye korlátokat, nem? Hogy csodálatos anyuka, szeres főzni, utálok főzni egyébként, de ezt is 40 valahány évesen mondtam ki, hogy gyűlölök főzni, úristen, na mindegy, minden glédában álljon természetesen, tehát hogy így annyi hülye korlátot állítunk magunk elé, hogy hogy kell élnünk, és akkor, és egyszerűen csak belepusztulunk ebbe, nem? És akkor persze gajra megy a házasság, öm, a környezetemben mindenki válik, öm, csodálkozunk rajta? Nem olyan régen beszélgettünk arról, hogy hány óra lehet egy nőnek az, amit mondjuk munkával töltsön úgy, hogy más ne szenvedjen csorbát. Tehát hogy Igen. néz? Szerintem maximum hat. Maximum hat óra, és akkor van esélyed arra, hogy nem húzik a háztartás, és itt most nem, nem arról beszélek, hogy főzni minden nap, hanem mondjuk heti kétszer edzeni, és legyen minőségi gyerekidő, és minőségi idő a férjünkkel, a társunkkal is. Tehát szerintem, hogyha ettől többet dolgozik egy nő, akkor valami bizonyára ö, csorbát fog szenvedni. Úgyhogy, ö, úgyhogy szerintem itt kezdődik, és ö, akik hozzám érkeznek, ugye, ez az egyik kardinális központ, hogy ö, gyerek után a munka, ugye, és, ö, és a házasságoknak az életben tartása nagyon fontos. Ugye vállalkozóként, amikor mi építjük a saját magunk, és most mondom azt, hogy birodalom, de ez a birodalom lehet, akinek naponta mondjuk három óra munkát jelent. Mert ugye itt mi állítjuk föl a saját magunk vágyai és szabályai szerint a kereteket, és azokat igyekszünk betartani. És ugye mindenkinek más a munka-magánélet egyensúlya. Valakinél 8 óra munka, de valakinél ettől sokkal kevesebb. És ugye eljön az a kor, amikor már nem az lesz a fontos, hogy a munkahőse legyek, és hogy minél több pénzt szerezzünk meg abban a hónapban, mert amikor már ugye megvan a család, és mondjuk van hol élünk, akkor esetleg a férnek a több fizetése lehetővé teszi azt, hogy a családunk az így legyen kerek egész, hogy én mondjuk öt órát dolgozom egy napon. Egyébként a Patakfal Virékával beszélgettem, aki egy nagyon nagy cégnek a, 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 a vezetője, és ő mondta, hogy figyelj, nincs munka-magánélet egyensúly. Valamelyik mindig sérül. Valamelyik korszakban, tudod. Amikor a gyerekkel vagy többet, akkor valószínűleg a munka, bár, bár tudod ez is tényleg, éppen a Rázszsúzshi mondta tegnap, hogy amikor a munkahelyeden vagy, akkor elvárják tőled azt, hogy úgy tegyél, mintha nem lenne családod, és amikor pedig otthon vagy, akkor, akkor. A család elvárja azt, hogy úgy tegyél, mint ha nem lenne munkád. Tehát, hogy egy állandó ilyen... Balanszírozás, igen. Igen, igen, A férfiakról nem beszéltünk még, pedig muszáj. Szerintem, ha a nőkről beszélünk, akkor a férfiakról is kell. Egyrészt hogy lehet őket bevonni ebbe, tehát olyan női váltó foglalkozik ezzel a témával. Másrészt pedig nekik van-e ilyen támogatói hátterük, mert szerintem a férfiaknak is ugyanakkor a szüksége van rá, mint a nőknek. De nagyon vicces éppen, a, egy, amikor a vállalkozói klubunkat valaki posztolta, hogy cseresznyefák, de tényleg ilyen cseresznyefát ö, hozott az egyik hölgy a, a klubba, és hogy micsoda női energiák, és 50 ezer poszt tényleg a linkedin és akkor beírta egy pas, hogy hogy ő is szeretne egy, egy, egy ilyen férfi klubot, ahol ahol neki segítenek, ahol őt támogatják. Hát... Uh -huh. Szerintem nagyon kéne, van egyébként egy-két ilyen férfi közösség, de hogy ott valahogy mindig más a kommunikáció, pedig pedig férfi nélkül, vagy támogató férfi nélkül nagyon nehéz sikeresnek lenni akár. Aztán persze sokszor az van, hogy <laughs> ezt is egy sikeres vállalkozó barátnőm szoktam mondani, hogy, hogy minden sikeres férfi mögött ott áll a nő és minden sikeres nő mögött áll egy vállás. Ez is nagyon gyakori hogy meddig tudunk balanszírozni akár a párkapcsolatban, tehát hogy, hogy, addig vállalkozhatsz például, vagy addig, addig szupi kicsim épízast a kis vállalkozást, amíg a gyerekkér elmész az oviba, a bölcsödébe, ha beteg otthon maradsz vele, szuper, de amikor már egy kicsit sikeresebb leszel, és az van, hogy akkor mondjuk a férjnek is bele kell tenni többet, hiszen ö, ö, otthon kell maradni, neki kell menni a gyerekek és a többi. Sokszor megrottyan ez, a, ez az egyensúly. Nagyon kell figyelni, és tök nehéz nekik szerintem. Nagyon kell figyelni erre az egyensúlyra, hogy, hogy férfinek is tudja érezni magát, családfenntartónak is akár. Igen, Szerint Hát, hogy egész biztos... legyek, engem zavar, amikor elmegyek egy olyan közökbe, mondjuk egy ilyen női, női közegbe, és ott csak is és, és kizárólag női energia van. Tehát az nekem mindig egy ilyen, ilyen nagyon elferdült dolog. Szerintem ahhoz, hogy egyensúly legyen bármiben, mind a két energiára egyformán szükség van. Igen, de még nem voltál nálunk. <laughs> Ö, egyébként. <laughs> Igen, ez elképesztő. De egyébként azt az oldalát szerettem volna még megemlíteni, amikor mondjuk. Két-három, de előfordul, hogy öt kisgyermek után egy nő mondjuk megvalósítja a saját kis vállalkozását, uh -huh. amiből ugye otthon dolgozik, érkezik a pénz, és elmegy mondjuk üzleti rendezvényre, és felveszi a magas sarkót és a kis csinos ruhát. Ez nagyon-nagyon jó hatással van a nőre, és ezáltal a házasságára. Tehát amikor kiszakad végre a háziasszony és családanya szerepből, és nem az van, hogy rohanni kell a múltiba, és ott ugye gyorsan ledolgozom, gyorsan megcsinálom, gyorsan meeting jelentés, stb. rohanok haza, rohanok a gyerek, stb. Hanem amikor elvittem mindenkit, összekészülök, sminkenek, megyek az üzleti rendezvényre, elképesztő jó hatással van ugye ezt szokták mondani, hogy a, ha anya jól van, akkor ugye minden rendben van otthon is, és ez valóban van egy ilyen pozitív hozadéka is lehet ugye egy-egy ilyen üzleti rendezvénynek a házasságra konkrétan kézzelfogható. Illetve egyre több olyan férfi van, aki, aki például otthon marad a gyerekkel, tehát mm. ön, egyre ugye ott volt nálatok Nagy György Miklós, tehát hogy, hogy, hogy annyira sokat beletesz abba, hogy jól működjön egy család, és ez nagyon kell, és meg kell mutatni ezeket az embereket, ezeket a férfiakat, tehát hogy kellenek azok a role modellek szerintem, hogy, hogy másként is lehet, és egyébként tudom, hogy a, a mai apukák már nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy, hogy ők igenis ott szeretnének lenni a gyerek mellett, és sokkal többet belerakni abba, hogy, hogy, hogy együtt, nőjenek fel, és hogy támogassák a nőt. Az egy rendkívül tanulságos beszélgetés volt, ugye a Lányi Lala volt a másik, és mindkét férfi esetében az egyik gyermekük betegsége indította el azt a fajta változást, ami, ami aztán egy, egy igazán pozitív végkimenetelben torkolott, de hogy... Magától ez nem történik, tehát szerintem erről nem lehet eleget beszélni, meg, meg elég példaképet felhozni ez, ehhez, hogy a, a férfiak ezt, ezt belássák, és, és egyáltalán tegyenek bármit a változásért. Fiataloknál látom egyébként azt, hogy sokkal könnyebben csatlakozik mondjuk a férfi a nőhöz. Mert ugye az én munkám során, nem tudom, hogy a digitális nomád életmód, uh -huh. Amikor világot akarnak látni és együtt. És akkor ugyanálunk, eh, ahol a laptopunk ott az irodánk, tehát bárhol tudunk dolgozni. És akkor azt mondja a, a, a férfi, hogy akkor ő is csatlakozik. Eh, van most pont egy, egy házaspárt eh, láttam múlt héten eh, a bejegyzéseiket, az egyik szövegíró, a másik pedig eh, webfejlesztő volt, és akkor. Eh, elképesztő helyekről ugye tudósítanak, hogy éppen hol élnek. Szóval van az a helyzet, amikor a férfi becsatlakozik például a nő mellé, de ők, ők még azért fiatalabbak, tehát a család alapítás előtt állnak. Igen, mert itt mindig az a kérdés, tudod, amikor aztán megszületik a gyerek, tök jó dolog egyébként. Én is tudnék bárhonnan dolgozni, csak mondjuk a férjem az nem, mert neki be kell járnia. Hát a gyerekeknek és most már az iskola, igen. Igen. Pont nagy, hogy Miklós mondott egy, egy fontos mondatot egyébként, ami hát nem csak a férfiakra, hanem a nőkre is nagyon, nagyon izgalmas, hogy, hogy ő minden évben csinál valami újat. Tehát beiratkozik egy tanfolyamra, képzi magát valamiben. Tehát, hogy minden évben bekúszon az életébe valami, amiről még, még nem tudott eleget, de, de ez a, tehát, hogy a kíváncsisága a életben tartásáról szól ez a dolog. Nagyon, nagyon fontos. Igen, és ez a kulcsa is szerintem annak, hogy, hogy sokáig tudjunk például dolgozni, vagy sokáig legyünk akár a munkaerőpiacon. Relevánsak Igen. is, igaz? Muszáj mindig tanulni, szerintem frissíteni a tudásodat is, de szerintem ez jó dolog, tehát um, Tudom, hogy sokan kényszerből dolgoznak, és milyenkor mindig azt mondom, hogy találjátok meg azt, amit lehet élvezettel, szenvedélyesen csinálni, mert csak így érdemes élni. Tehát annyit dolgozunk, és hogyha úgy bemenni, hogy gyumorgörcsöd van, az valami borzasztó lehet. Ez az egész a podcast egy szóra épült, amikor elkezdődött, és az a szó a láthatatlanság. Hogy nagyon sok nő elsősorban, a 40-es, 50-es korosztályból, lehet, hogy még a 60-asból is, de én még az 50-esben vagyok, úgyhogy erről tudok nyilatkozni, valahogy elkezdi érezni, hogy, hogy így, mintha egy kicsit így kiradírozták volna. Tehát, hogy, hogy nem látszik úgy, mint korábban. Ezzel foglalkozik a női váltó? Ennek a témájával? Éppen tegnap, vagy tegnap előtt került ki egy ilyen cikk, pont ez, hm. hogy, hogy, egy nő, hogy, hogy több nő összeült, és ezen dolgoznak, és pont ezt mesélték el, hogy láthatatlanok vagyunk, és hogy hogyan lehet ö, újra látszódni, és ez az is kell szerintem, hogy, ö, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe. Nagyon-nagyon fontos. Tehát ö, tehát most te azt mondod egy kicsit, hogy hogy ne legyünk robotok, tudod, akik így föl kell, megcsinálja, muszáj, ez is rendben legyen, az is rendben, de nincs benne élvezet, nincs benne öröm. Nincs Megtalálni benne. azt, ami neked neked ö, örömet okoz, és ez lehet egyébként az, hogy elkezdesz kertészkedni. Tehát mi, mi a láthatatlanság? Annak, aki bomba nő volt, ugye volt, volt ilyen beszélgetésetek is, az, hogy mondjuk már nem veszik úgy észre, egyszerűen ugye tök jó beszélgetéseitek vannak, hogy... Hát sajnos ezen túl kell tenni magad, hogy kicsit már másmilyenek vagyunk talán. De hogy egyébként meg az élet olyan színes, és annyi mindenben meg lehet találni a szépséget, tudod, és az örömet, és hogy, és hogy lehetsz valamiben szakértő, csinál, elkezdhetsz volna egy, egy új dolgot tanulni. Szerintem tehát, hogy... bomba is lehetsz. És bomba is lehet, így van. Én azt gondolom, hogy egy nő akkor tud önmagával teljes harmóniában lenni, hogyha valamivel látható. És ez, hogy mivel látható, ez fog megváltozni. És nekem például 40 fölött az értékteremtés, amivel én most látható vagyok, és elképesztően boldoggá tesz. Nyilván húsz évesen nem az volt, ha az eszköz, amivel láthatóvá tettem magam, mint ami most. Tehát azt gondolom, hogy tudni kell eszközt váltani, hogy mivel tesszük magunkat láthatóvá, és időről időre tudni kell váltani, és elfogadni azt, hogy ennek most elmúlt az ideje, viszont nyúlok egy újhoz, és most ez fog engem toppon tartani időről időre. Meg sugázol, tudod, tehát hogyha, hogyha ha, ha megtaláltad a helyed a világban, az életedben, akkor ez kívülről is látszik, és akkor nem leszel láthatatlan. Milyen témákat érintetek a, a június eleji fesztiválon? Beszélünk női munkahelyekről, nőbarát munkahelyekről. Ez nekem nagyon fontos, hogy például pontosan arról, hogy hol fontos a menopauza, tehát hol kezelik ezt, hova lehet jó szívvel menni mondjuk 45-50 évesen, ahol tényleg fogadnak. Beszélünk vállalkozói példákról, nagy sikerekről, nagy bukásokról a személyes márkaépítésről kell-e nekünk egyáltalán mondjuk munkavállalóként személyes márkát építeni, akkor az önbizalomról, Rád Zsuzsi erről beszél, hogy, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy higgyünk magunkba. Nagyon-nagyon sok témánk van, tényleg így, a, a, ami az önbizalmunk, a traumáinkat érinti, a, a, a vállalkozást, az újrakezdést, de de lesz ugye minden, ami ilyen kis csajos, azért lesz kis mink, kis pihenősarok, kézmasszázs, mert szerintem az is kell, hogy eljön az ember, és akkor egy napig azt mondja, hogy ez az én napom, és most megismerkedek új emberekkel, egy kicsit kapcsolódom, érzem a közösségnek a megtartó erejét. Illetve azoknak is kiváló lehetőség, akik például még csak gondolkoznak a váltáson, nem mernek, nem, mer, merik, nem merik otthagyni ugye a biztos, biztos állásukat. És ugye rengeteg vállalkozónővel is lehet találkozni, elképesztő, inspiráló Tavaly az én, mint egy ilyen nagy nappali fesztivál lett volna, és mindezek mellett rengeteget tanultam. Tehát olyan információkkal lettek gazdagabb, és én folyamatosan nagyon sok mindent jegyzeteltem, és utána elindultam különböző irányokba a saját vállalkozásomban is. És ugye szoktam mondani a lányaimnak, akik még csak terveznek, vagy akik mm. már vállalkozók, hogy mindenképpen ott a helyük. Hát rengetegen érnek utána, mondjuk egy fél évvel, évvel rám, hogy figyelj, ott döntöttem el, hogy váltani fogok, Igen. és aztán jön az új. Uh -huh. Hát mit lehet tudni, én is ott leszek, majd beszámolok róla, hogyha <laughs> bennem is érik valami erre való lehetőség nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek a Panna stb. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengőt, hogy azonnali értesítést kapjatok legújabb tartalmainkról.